Nagyéren is átszerveződött a közigazgatás 2013-ban, a falu a Makói járáshoz került. A változások ellenére mégis pozitívan értékelte a 2013-as esztendőt Nagyér polgármestere Lőrinc Tibor. Hát igen, mozgalmas volt a 13-as év, és nehezen indult, belértve a változásokat, de a fejlesztéseket, amelyeket célul tűztünk ki, azokat sikerült megvalósítani. Egy fő fejlesztési pontunk volt, a település központjában lévő sétány, ami még hiányzott tulajdonképpen. Ez azért fontos számunkra, mert a turisztikának nagy jelentőséget tulajdonítunk. A többi, a másik oldalon pedig a munkahelyi pályázatok igen sikeresnek bizonyultak. Nálunk nagyon sok közfoglalkoztatott van, és igyekszünk is értelmes és szükséges tevékenységeket is szervezni nekik. Ezt is be tudtuk fejezni a 2013-as évben, ez egy nagyobb volumenű volt. Tekintve, hogy bennünket nem kellett konszolidálni, jó költségvetést zártunk, beleértve a fejlesztéseket, amelyeket eddig megvalósítottunk, ezek is részét képezték a település fejlesztésének. Nem csak a közigazgatásban, hanem az oktatásban is történtek változások. A falu egyetlen iskoláját a Klebersberg intézmény fenntartó központ vette át. Igen, átkerült, szívünk fájdalma ez is, mert nálunk nem volt probléma az iskolának, sem a szakmai, sem pedig a dologi irányításával, illetve működtetésével. Hál' Istennek sok gyermekünk van, mind az iskolában, mind az óvodában, ez azt jelenti, hogy ez után következő normatíva az szintén jó. Most egy pici probléma keletkezett a óvodánál, a óvodai béreknek a lefinanszírozásánál, hát itt keletkezett nagy passzívum, de hát bízunk abban, hogy legalább az év végére valamilyen szinten ezt tudja kompenzálni a kincstár. Nagy élet a központja a körjegyzőségi megállapodásnak, mely Pitvaros, Csanád Alberti, Ambrusz Falva és Nagyér vezetési jogi munkáit látja el. A közös hivatalnak a központja most jelenleg Nagyéren van, jól működik, egy picit alul vagyunk létszámosítva, ezt már jeleztük a kormányzat felé, hiszen ugyanúgy 3100 embert látunk el mi is, mint egy közeli kisváros, vagy egy másik település, és aki városi rangban van, az 19 főt kap, nálunk meg 9,5 főre állították ezt be, tettünk lépéseket, hát leszünk jó reménységgel, hogy ebben is majd változás fog bekövetkezni. Na de ezzel együtt is tesszük a dolgunkat, és végezzük a feladatot. 2014-ben további fejlesztéseket szeretne véghez vinni a falu vezetősége. Jelenleg is be van adva egy agroturisztikai bemutató központ kialakítása. Ez tulajdonképpen egy újabb szegmense a falusi vendéglátás, vagy a falusi turizmusnak. Ezen kívül a munkahelyi pályázatokra nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni. Mi belterületi intenzív növényterjesztéssel foglalkozunk, ez azt jelenti, hogy a település belterületén lévő kerteket műveljük meg. Jelenleg 12 kertben szeretnénk nagyon intenzív növénytermesztést folytatni, úgy, mint kápia, paprika, cirok és egyéb haszonnövények. A fejlesztések közé tartozik még az ivóvízminőség javító programon belül egy hatalmas beruházás, mint ismeretes Nagyér átadó, tehát vízátadó szerepet tölt be. Ez azt jelenti, hogy a másik három település is innen kap ivóvizet, és tulajdonképpen nálunk jelenleg sincs konténer letelepítve, illetve nem hordják lajtos kocsival a vizet, mert a jelenlegi vízünk is jó. Na most ennek a fejlesztése is nagy valószínűséggel tavasszal megindul.